felsővétel barátom szokás szerint esélyeket felveszi, és a hangminőség miatt, aztán amit felvesz, egy idő után a hangutalmányban teljesen megjelenik, tehát a kentőlejük is. Azt szeretném, hogy mások is részesen lehessenek a üzenetet, az a másik órának elbírására. Egy verdői szakamat hallanak, és barátok is, akkor a szerzői barátok. Akkor az csak szóval jövőnek is születő, aki vagyok. Köszönöm, hogy jövőnek is. Ez egy olyan est sorozat, amiben most benne vagyunk, és amelyiknek soros összejövetel eseménye a mai, amit ezt megelőzően egy 10 nappal ugyanitt először egy másik kettős bemutató, egy hét múlva lesz másik kettős bemutató a Fugában, két hét múlva másik kettős bemutató a Bolgár Kulturális Intézetben. Erről mögött az van, hogy hogy a könyvkötés területén visszavonul, és ezért a utolsó évben rengeteg barát jelentkezett, hogy csak még adjuk ki, ez 53 könyvet jelent, és így érik egymás után egymást az események, akik követni szeretnének bennünket, tehát sűrű programjuk lesz, és most is köszönöm, hogy eljöttek, és talán majd a később időben is. Nem hiszem, hogy láttatok engem ilyen előkészített szöveggel. Ennek egyetlen egy oka van, hogy bejelentsem azt, ezt nem kell felolvasnunk, hogy Kati Horváth Lajos hallották bevezetőként. Kati Horváth Lajos, akit már máshol is hallottak. Kati Horváth Lajos, aki barátunk. Örülök, hogy én is az vagyok. Örülök, hogy Horváth Tamásnak is, és ezért is van itt önzetlenül. És mikor legutóbb itt volt, és ennek közül esetleg, és itt valószínűleg többen jelen voltak, akkor hát nem is egyszerűséggel, csak azt mondtam, Kati Horváth Lajos, ismerünk neki. Most arra gondoltam, hogy valamit, amit felolvasok, vagy Kati Horváth Lajos, minden akárki. A Lajos akkor azt mondta, hogy úgy is ismerem. Mert érdemes. Ez ennyi, mint a kibírval, tehát mindenféle adatok nélkül. Miért nyilván nem fogom felolvasni, egyetlen egy momentumot szeretem csak. Lajos nagyon sok formáció, nagyon sok felé szerepel, a legkülönbözőbb híres jazz alakulatokban, aztán Prágába került, Cifari Ördőjében, Jelodi Menyhinak volt a tanársegéde, majd hát nagyon-nagyon sok fellépéssel, sikerekkel, 90-ben jött haza, és akkor kezdve itthon be is kapcsolódott a cigán társadalmi életben, ott is játszott vezető szerepet, és hát nagyon sok Lenec koncert fűződik a nevéhez, egyet olvasok most a díjat is lenni, és az természetes. 2014 tavaszán az Európai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja lett. Életművének tekinthető az Alfa és Omega című nagyzenekari művében elképesztő zenei, művész adottságokkal minden hangszer maga játszik fel, több sávon keresztül. A különleges felvétel 2001-2002-ben készült, és a Fono kiadásában újra elérhetővé vált. A művész, Kati Horváth Lajos, hegedűkön, méhegedűn, cselló, nagybőgőn, zongorán, hárfán, cimbalmon, marimbán, citerán, ütőhangszerekkel, valamint fúvós hangszerekkel, basszus,
alt, tenor, szoprán és piccolo blokkflőtén játszotta fel a nagyszabású művet. Ezzel még az ő ismerőket is megjelentő. Nagyon ritka az olyan szabályozottságokkal rendelkező művész, aki ezeket a hangszereket olyan színvonalon képes megszólaltatni, mint Lajos. Történelmi feljegyzés, amit nem ismerjük arról, hogy ilyen teljesítményre bárki képes lett volna, így ez a megvalósult kompozíciója teljesen egyedülállóvá. Katya Bart Lajos. A két pár elsője Györgyi Csaba és Véd Ákos. Györgyi Csaba azt hiszem megerősíti, amit mondok, hogy a mi köreinknek, vagy a Laput műhelynek a felfedezetje. Pályázatunkon tűnt fel, Prágai Tamás díjat nyert. Azt hiszem 6 évvel ezelőtt a Prágai Tamás díja szereti, hogy felfigyeljünk, felajánljuk neki, hogy egy kötetet kiadunk, ez megjelent, és azóta is nálunk, ha igaz, ez az ötödik. És idén talán a második. Hogy egy évvel belül a második. Tavaly is. Nagyon örülök Csabának, egészen különlegesen idő alkot, tehát erről majd ők fognak nyilván beszélgetni. A másik barátunkat, Horváth Tamást, és aki vele beszélget, Turbó Katillát, a mű második részében láthatják, és akkor mutatom be őket, nem több szóval, mint a mostanyokat. A helyről szeretném, és az időről arról kapcsolatban tájékoztatni önöket, hogy ez egy munkahely, amit 50-kor, 1950-kor el kell hagynunk, ezért a barátainkat arra kértem, hogy legyen 45 percnél maximum legyen az új adagunk, úgyhogy közben Lajos is fog játszani. Ennyit talán most erről. Köszönöm már most egyre sokat szor az Országos Nevényelmi Könyvtár befogadó kedvességét és parancsolat. Az ötödik kötetet, és bár ebben a kötetben nem jelenik meg, de korábban számos alkalommal megfogalmazódott, hogy ezek nollák, amiket te írsz. És ezek közül is került be a korábbiakból, válogattál be ide, megírtál újakat, egy ilyen sci-fi vonal mellé sorakoztatva fel őket. Mit jelent egyáltalán ez, hogy nollák? Senki, úgyhogy megragadom az alkalmat, hogy mi az a nolla, és mi az kifi nolla kezdetben. Lehet, hogy kevésbé, figyeljetek, hogy tartjad. Jó. Köszönöm a kérdést. Nem mondom azt, hogy nem számítottam rá, ezt a kérdést már sokan feltették. Kezdettől fogva én nevezem ezeket a kis írásokat nollának. Most nem akarok egy hosszú és teljes definíciót adni, akár ez esetleg érdekel, az megtalálja napot online honlapon a bemutatkozásom alatt, vagy vannak részekén. Nagyon röviden, a nolla az a novella szóval rövidül. Bár finnül azt jelenti, hogy nulla, de ez mégis csak átítélesen van közel. A mérete az rövid, tehát 3-10 sor általában, azért ennél hosszabbak is vannak. És jellemzője az, hogy van benne egy metafizikai téma általában, vagy egy elvont helyzet, paradoxon, abszolút megkentő jelzős szerkezeteket tartalmaz, és egy tömör kifejezésmódra törekedtem, hát ilyen rövidség, nyílás esetén ez azt hiszem elengedhetetlen. Akik olvasták a könyveimet, és írtak róla pár sort, azok általában kiemelik, hogy a próza és a líra közötti oszcillációról van szó, vagy volt más kifejezés is,
másodperces, novellén a félperces, stb. Ezek ugye definíciók. A legjobb az, hogyha valaki elolvassa ezeket, és így szerez erről tapasztalatot. De azt még elmondanám, hogy jelentette Lárkos, hogy tudományos fantasztikus. Valamiképpen a nulla, az számomra legalábbis a sci-fi műfajában érkezett haza. Ez az ötödik kötetem, és úgy érzem, hogy ebben találtam meg azt a hangot, amit mindig is kerestem. Ugye a sci-fi magában is egy abszolút helyzetet feltételez, általában egy elemelkedett, egy nem valóságos helyzetet. Talán ezért is passzol a műfaj, a sci-fi és a nulla műfaj. És ezekben a sci-fi írásokban, tudományos fantasztikumban, magad is említetted, hogy a korábbi írásaid azok túlsó részt vallásos, légkérfélemező, gyerekben gazdagok. Ezek is, mint hogyha még itt is elnyomnák kicsit a technológiai elemeket. Mondom, ez sem véletlen, mert a tudottságunk megfogadó volt. Igen, tehát a tudományos fantasztikum az a legjobb esetben és a legjobb esetekben is csak keresztül szolgál. Igen, nagyon érdekelnek a tudományos felfedezések, a találmányok elméletek, az emberi lelemény és kreativitás, itt sorolhatnám az időutazás, földön kívüli civilizációk, mesterséges intelligencia, térhajtás, stb. Mindezek megjelennek ebben a könyvben, de ez nem ez a cél, ez csak egy keret arra, hogy elmondjam, hogy voltak éppen mit gondolok az emberről. Tehát bár ez sci-fi, de azért mégiscsak az emberek világáról írok, akkor is hogyha például emberhez nem hasonló idegen lények látogatása jelenik meg a műben, a célom ez, és ezt közül keretül használom a sci-fit, csak erről van szó tulajdonképpen. És ezek a világok, amiket teremtesz közben, vannak egész hétköznapi keretbe foglalt sci-fi novelláit is, nem csak megjelenik mondjuk egy fudalény, de vannak egészen sajátosan működő világok, megteremtesz, akár el is pusztítasz egy ilyen rövid lélegzetvétel, mégis gyakorlatilag egy egész világnak a szétrombolása. Ez az emberről szól, de legtöbbször nem annyira otthonos az olvasónak. Nem annyira kényelmes ezekben a világokban lélegezni, amikről írsz. Nem is feltétlenül taszító, vagy idegen, de többnyire azért egy feszültség tapasztalható szerint. Igen, a felület az viaszos, tehát valamiképpen lepereg volna sok minden. Nem sok kapaszkodót vagyok az olvasónak, szeretek provokálni. A hétköznapokban is, de az írásaimban is. A gondolkodásra késztetni, kiemelni az olvasót valamiképpen egy félreállított világban esetleg megszépíteni. Persze ez is nem ez a lényeg cél, és nem ez a célja az írásaimnak, hanem az, hogy bemutassak egy helyzetet, vagy egy szituációt. Ugye közszerű is lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen közszerű, amit majd itt elmondok, hogy az igazi világ az a komfortzónákon kívül kezdődik. Elég nehéz elérni azt, hogy valaki egy írásmű olvasása során a komfortzónáján kívül kerüljön. Én mégis próbálkozom ezzel, és feszegetem a határokat, de csak azért, hogy valami olyan helyzetet teremtsek, ami mások számára is a továbblépés lehetőségét rejti magában. Tehát a végső cél az, hogy részt vegyek a közösség életében is, és valamiképpen segíthessek másoknak is. És hogy az előbb időutazás, hajlítás, volt szó, egy kicsit visszakapcsolódva, még mindig ahhoz, hogy ilyen szellemi lényegtelmező síkon mozogsz legtöbbször, nem is kívül keresendő a történet gyakorlatilag, hanem az emberen belül a lélekben játszódik le a történeteknek egy döntő többsége, hogyha jól
Ugye ígértem még a jelenlévőknek néhány összeget. Persze, ami belül van, ugye a kiút befelé vezetességet ugye összeg. Elindulok befelé, tehát valamiképpen, és ezt fénynek szerénység azt gondolom, hogy egy utat járok befelé való, és ezzel talán mások számára is feltárok valami mindenkel ismeretlen. Hogy legalábbis arra készítettek másokat, hogy ők is próbáljanak elindulni ismeretlen felé, egy ismeretlen világból valóság felé. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy én magam is eljutok valahová, és újabb szituációba, egy friss helyzetbe kerülve, újabb meglátásokkal találkozom. Tehát nem jó ide ez a szó, de mégiscsak elmondom, ez egyfajta kaland vagy egy utazás, mindegyik, sőt számos rövid íráson a nullában kifejezett az utazás motívuma is megjelenik. Tehát eltávolodni a jelentől, a jelen valótól, vagy elemelkedni, vagy lesüllyedni, de mindenképpen valamilyen újat keresni. Ez is egy általános megfogalmazás volt, de szerintem talán jellemző az írásaimat. Keresed ezeket az újakat, vagy ezek itt maguktól születnek, és úgy ki kell írnod magadról azt a gondolatot, ami megfogalmazódott benned, mert akár előbb keresel rá, hogy valami újra, valami szokatlan próbálsz feltérképezni. Egy nagyon jó kérdés. Ez a kettő összefügg, és ezt szerintem mindannyian megtapasztaljuk az életünkben, hogy minél inkább keressük az újat, annál inkább fog ránk találni, vagy annál inkább fognak ránk találni ezek a helyzetek. Aki nem lép ki, nem új ki a csigaházából, mint téged összeg, az nem fog rá találni új dolgokra, viszont ha kilép és próbálkozik, akkor azt tapasztalja, hogy egyre több új dolog ér el hozzá és érkezik el hozzá. Ez a két dolog szorosan összefügg. Tehát ha én nyitok a világra, nyilván a világ is jobban el fog találni és utol fog érni. És szerintem ez az irány helyes, az önmagamtól való kilépés, akár felfelé, lefelé, de ezek csak relatív fogalmak mindenképpen. Ahogy sejtelmesen, szinte baladája fogalmazolnia, ez egyébként igen, még a középkori misztikusokra is néha emlékeztetett, és olyan paradoxonok, mint az egészen nagy távolságot változnak rendkívül rövid idő szeletekkel, vagy felfoghatatlanul hosszú, vagy nem a tehát nagy távolságok, rövid távolságokkal, és felfoghatatlan hosszú idő, észre sem vehető rövidségű idővel. Ezekkel kombinálsz elég gyakran. Igen, ahogy így fejben készülöttem erre a beszélgetésre, elmondogatom azon, hogy milyen fő a témákat, allegóriákat, mondjuk helyes kifejezéssel, mit foglalkoztatnak. És az egyik ilyen valóban nagyon sok idő, nagyon nagy távolság volt. Ez kifi téma is egyébként elég említeni. A Grenningenek a diaszporáját, vagy Clark, a város és a csillagok. Vagy a népszerű csillagok háborúja sorozat, ami elkor kezdődik, hogy éges régen egy messzi-messzi galaxisban. Valamiképpen, igen. Ez egy alaptapasztalatból származik, mégpedig abból, hogy a végtelen az nem azt jelenti, hogy valami nagyon nagy, és még egy, mondjuk. Tehát a végtelen az nem nagyon nagy, vagy nagyon kicsi. És mivel elhozhatok ettől a két dologtól, a semmi és a végtelen, muszáj valamit kezdenem bele, tehát nem lehet megkerülni. Ez kicsit olyan is, bocsánat a kifejezését, mint mondjuk egy apró sebb a szárban, vagy a nyelv az mindig oda talál, és állandóan zavar, vagy egy kavics a cipőben. Én nem értem azt, hogy emberek hogyan lehetnek nyugodtak, amikor létezik a semmi, vagy nem létezik, és a végtelen. Hogyan ülhetünk nyugodtan, maradjanak persze nyugodtan szintén, hogyan maradhatunk vesztek, amikor ez a két dolog ez jelen van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Szerintem ezzel nem is fogok tudni kezdeni semmit, de nem is tudok nyugodt maradni. Tehát a semmi és a végtelen. A nagyon sok, ez egy megoldási kísérlet, nyilván téves és nem jó, de
nincs más, mint keresni kell a megoldást erre a problémára. Nyugtalansággal megtalálod? Egy nyugtalanságból fakadóan? Nincs szó. A nyugtalanság nyilván az az következmény, alapvetően tehát miért is írok, ennek több oka is van, az egyiket már említettem, a provokációra való készségem és vágyam. A másik nyilván a intenzív belső képek. Tehát tudomásul kell vennem azt, hogy ezek az intenzív belső képek azok önállóak a problémában is. Vezettek az íráshoz, és hát végsősorban szerintem lehet törekedni a nyugtalanságra, amire nem nézti fel az embert. Sok emberben láttam olyat, hogy ez a nyugtalanság felemésztette azt az illetőt akármilyen módon. Szerintem meg kell találni azt az izzást, amiben az ember úgy ugyan, de még nem ég el. Most itt figyelzik időt is kép, nem is feszíteném tovább ezt a területet bele. Szerintem van egy szükséges mértékű izzás, vagy lázadás, vagy keresés, amiből nem szabad engedni, viszont ami alá nem is szabad menni. Már ezt inkább magamra vonatkoztatom, de mindenki döntse a jelenlévő közül, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontja. Hát a lényeg akkor ennek a nyugtalanságnak, hogy megismerni akarod a végtelent, illetve a semmit. Megfejteni egy életet. Ugye a szkifinek is az egyik alapalkotó eleme a matematika. Engem érdekel is a matematika, bár sosem volt valami a matekból. És a szkifiben is, hogy elég csak Harry Sheldon óriás képletére gondolni át a Asimov alapítványában. Egy regényben említett művén a diaszporában az árva képlet csarnokára. A matematika jelen van. De ez is csak egy keret, vagy egy talán. Tehát egy feladatot nem valami, talán az elejét mögötte. Egy másik gyakori toposznál ad a hazatérés, végleges hazatérésnek a toposza. Ez egyfajta megpihenés szimbolizál nálad általában, mert gondolom, hogy nem, azt érzékeltem, hogy nem mindig ugyanaz, de hol egy ilyen megpihenés, inkább hol a tékozó fiú, esetleg az, aki eszébe juthat az olvasónak, vagy hogy ez a pergőndi, nyughatatlan, egóval bíró embernek egy leképezése, kérdezem. Igen. Erre a kérdésre szerintem most egy írással válaszolnék, és ezt most akkor fel is olvasok egyet a könyvből, még talán kettő, vagy nem tudom, még egy idő, ami a hazatérésről szól. Meg tudom megoldani a mikrofon és a... Címe Karnevál. Első gyermekkori emléke, amelyben egy nagy meleg kéz egy szűk kapon keresztül betegségkelé Pesti Vérházunk varára, az 1910-es évek első feléből való. Lassan cseperedett, nem őt szokták a piacra küldeni, mert ügyetlenül bánt a pénzzel. Emiatt aztán úgy alakult, hogy később sem kellett elhagyni a házat. Szerencsére másodére hasznát vették, ugyanis a főzésbe, mosásba jól beletanult. Egyszer egy piaci kosár vérésében talált egy színes újságból kitépett prémisztő képet a riói karneváról, ahol cifra maskarás, hosszú kezű, hosszú lábú barmutatványosok ártatlan járókelőkre vadásztak. Ezután már nem csak a sok munka és az érdeklődés hiánya, hanem a rettegés és az épület falai között tartotta őt. Teltek az évek, évtizedek, és miközben körülötte folyamatosan változott az emberekből és sorsokból összetákolt tisztlet, ő egyetlen egyszer sem hagyta el a bérházat, viszont gyakran álmodott arról, hogy valahonnan felülről egy gyakorlott házvezetőt kereső, hatalmas átmérőjű, barátságos fényt és tavasz illatot árasztó gömbbe ereszkedik le a házunk varába, s örökre elviszi őt. Még 81 esztendő sem telt el, amikor elérkezett utolsó lélegzetvételének pillanata. Mivel egy bérházban mégsem mindig csak úgy fog elhalálozni, négyen megragadták, s elindultak vele a kapu irányába.
Van Gogh lassan a májbogorló képét az utca egyre erősödő lármája váltotta fel, hiszen kint éppen karnevádult, és ciframaskarás, hosszú kezű, hosszú lábú vadmutatványosok ártatlan nyárok előtte vadásztak. És egy kicsit másképp is válaszolva a kérdésre. Igen, ez érdekes, mert kétféle hazaérkezés van a fejünkben. Ezt lehet, hogy még nem vettük észre. Én is csak úgy hirtelen tölteltem rá. Az egyik hazatérés, vagy elvágyódás valahová, egy honvágy, az egy ilyen végnélkül békés szunnyadásnak a képe. Egy ilyen mély álom, hogy az igazak állnak. A másik pedig az ennek az ellenkezője, egyfajta intimitás, egy olyan szabadság, a totális megélése egy katarzisban, amelyre mindannyian szerintem jelenlévők is, mint a kimondatlanul szunnyazunk, hogy éhezünk. Ez a kettő táncol egymással bennünk és a világban. Hogy mi a lényeg? Sok esetben az, hogy ne itt legyünk. Viszont itt van a feladatunk, az életünk, itt kell megoldani dolgokat. A vágyódás ezért a végpontjában elhomályosul, de megmarad a honvágy. Ez egyfajta ősi szellemi honvágy, és minden honvágyban ez jelenik meg. Sőt, talán minden szerelemben, vagy minden viszontzatlan szerelemben inkább. Kényszerűség az nincsen benne egyáltalán. Minden a végig hazaérkezés. Kényszerűség a világban van, a kereteivel, a kényszer pályákban. Ez egy remény, reménybeli dolog, és hát a reményben nincsen kényszer. Pont a kényszerrel ellentétes leginkább. De mondom, mennyire paradox, ambivalens dolgok. Keretezik az életünket, éppen úgy lehet ez is, hogy majdta elvágyódás otthonról, és visszakényszerülés. Akár. Vannak-e irodalmi példaképeit kérdezni, hogyha még nem soroltál volna föl, és ügyen volt párat? Igen, akiket említettem, hát nyilván a Skifi, az nagyon, de amellett, akiket mondtam, Artus Kikás, Sziklák, Ekberin, Stanislav Lem, Asimov, Massimo Bontemperi, de akár Szentmihályi Szabó Péter, magukat is említsek. Nyilván nem Skifiből, Bodor Ádám. Skifi is dolgok. Igen, nem Skifi, tehát bár abszolút lehet mondani. De nagyon sok mindent szoktam, szeretek olvasni, tehát elnézést, aki ott van valaki. Lévő közül. Igen. És kortárs alkotó csoportok esetleg, mint hatásbekonyók. Igen, amelynek tagja voltam, hát ugye az egyik, ami a Varázslák alkotó csoport, mikor is jelenik a 90-ben elmegyek könyvünk. Az állapotó világban, hogy a nagy helikopteres könyv mindenkinek ajánlott a figyelmébe. Nem kapható sehol. Talán még otthon van pár példány. Illetve a másik, az a Barlabor, egy tagot, akit van közöttünk, István, a Varc István. Nekik éppen ebben a teremben volt könyvben, tudtad, hogy mi úgy a doktor Kortász kiadott ki a könyvüket, mert egy írással én is szerepelek. Fontos számomra. Az is fontos, és ez üzenet a jelenlévő számára is, hogy ha valaki olvassa a könyvet és valamit akar róla közölni, rosszat, jót, bármit, kritikát, észrevételt, azt tegye meg, mert kevés visszajelzés érkezett hozzám nekik is. Alkotócsoport az egész világ, az egész ország, de igazi értelemben, és ezt el kell mondanom, a magyar nyelv az, ami számomra egy ilyen sors, vagy közösség, alkotó közösség, és hát valamiképpen nyelvűvel is az, amit csinálunk.
hogy ugye a korábbi műveit egy tágabb értelemben nem voltak műfajilag ennyire szorosan, vagy közel álló, közelebb egymáshoz közelebb állóak szkifi korrektájára kérhetett fel ezeket az írásokat. Most ez, ami visszajelzés jött, volt-e valami kiemelkedően negatív vagy pozitív, hogy ez egy jó irány, mint a korábbi, vagy talán mégse ezt kellett volna választani? Volt két negatív is volt, amiről talán érdemes szót ejteni, de előtte egy három írást írtam, vagy kettő, de akkor három lesz belőle. Felolvasni, és akkor megkérdezni, mi viszont ugye a felolvasás alatt kísérleti. Pont egy olyan írásomat szeretném felolvasni, viszont sokat álmodik, és ha álmodik, akkor vele álmodhatok én is. Elképzelhetetlenül messziről érkezett, és már roppant módon várjuk haza. De csak akkor térhet oda-vissza, ha már elég sokáig lakott benne valaki. Hatalmas ablak szemei mögött, a gyomorkonyhában édes gumókat nevezte nekem reggelire. És amikor este hazaérkezem a grillsütőrácsgyárból, szívszobájának egyik alvó iparában mindig énekel nekem korábbi nagy utazásaiból. A mesélő mindig ő, a mesék hőse pedig mindig én vagyok. És lélegzetvételének ütemére lassan belesimulok mély honvágyának hölgyeire. Egy hatalmas lomhán lélegző állatok házad. És a világ minden kincséért sem költöznék el máshová. Ebben az írásban az egyik témák is megjelennek, mint például a hóvágy, vagy a méretek, a nagy méretek. Igen, tehát a kritika, hogy nagyon szeretem, ha valaki jótársadókat ment nekem az írásaimban kapcsolatban. Az egyik barátom például megkérdezte, hogy tehát ezek hogy tudsz ilyeneket írni, mert hát ezek nem keresztény írások. Ugye talán miben nem keresztény? Hozzá kell tenni. Jelenlévők közül néhányan tudják, én hívő keresztény vagyok, sőt hittanár. A lehetéren vezetek egy bibliakört, ezt a reklámhelyen lehet csatlakozni, ha valamit érdekel. Csütörtökönként találkozunk. És erre azt válaszoltam, ezt ide ki is másoltam magamnak, mert reméltem, hogy lesz egy ilyen kérdés, hogy most mi keresztény, nem? És nyilván ugye ez a könyv nem tartalmaz didaktikusan keresztény szövegeket, szerencsére. És talán a szép irodalmon nem is lehet, nem is szabad számon kérni a teológiai igazságoknak a megjelenítését. De abban biztos vagyok, hogy az írásai értékvilág, a fogalmi készlet, a végtelenre és az ember spirituális karakterére való nyitottsága jól tükrözi, hogy a szerző hívő keresztény. Erre ez volt a válaszom. Más szellemi forma, a vallás és a művészet, és megint más a politikus, a többi, tehát a szellemi formák keverésével csak nagyon óvatosan illik bánni. A másik dolog, amit szintén egy másik barátom kérdezett meg, és nagyon hálás vagyok érte, azt kérdezte, hogy sőt, inkább állította, hogy amit te csinálsz, az nem szellemi önkielégítés. Nagyon kemény szó, tehát bizonyára mások is találkoztak már egy ilyennel. Mindezt úgy tette, hogy nem is olvasta, amit írtam, vagy csak egyet olvasott el. De ez volt az álláspontja véleménye. És erre meg valami olyasmi választottam, hogy nyilván nem ön cél, tehát nem a szellemi kielégülés vágya hajt, ugyanis nagyon munkás dolog, egy feszült folyamat, ezeket a belső intenzív képeket, vagy víziókat levárni. Ez egy csinálszó, nincs egy ilyen, nem nagyon. És ezeket szövegé formálni. Tehát bolond dolog lenne valami olyasmi élvezetet keresni, amiben egyébként nem nagyon van.
egyéni örömszerzés motivumai ebben nincsenek jelen. Inkább a grafikát, és szeretek rajzolgatni, megfesteni, az örömet jelent önfeled, de az írás az nem. Persze egyet van, hogy én nem válaszolom, amikor megkérdezi, hogy ez szeretnő kilépítése. Nem, ez nem az. Talán helyesebb lett volna. De hálás vagyok minden kritikáért, pozitívért, negatívért egyben, hiszen ez a kritikusok dolga. És nagyon kell őket tisztelnünk ezért a szolgálatért, amit végezünk. És az fogalmazott, hogy megmondom ezt hallgatva, hogy a és ez nem feltétlenül élvezetet okoz szerintem, hanem egyfajta kényszeres helyzet is lehet, hogy kénytelen vagy, nem tudsz menni. Nagyon sokszor hallottam már tőled, hogy ez volt az utolsó, amit írtam, mondottam, és hogy innentől most már csak rajzolni fogsz, vagy pohóc leszel, vagy bármi más, de hogy ez nem fog most már folytatódni az írás, és aztán nem sok idő telt el, és úgy a novellával voltál. Az ígéret szép szó. Igen, be is kéne tartani. Hát volt, amikor nem írtál volt a novellát, mondjuk. Amikor ez a kötet megszületett, miután ez a kötet megszületett, még egy rövidet írtam a misztikáról, értek itt az a dolog, egy szinten egy ilyen nullát. Hát igen, ez a két dolog egyszerre kell, hogy igaz legyen. Tehát van benne, nem is kényszer, inkább valamit létrehozni, vagy a világra engedni, vagy a világra közére szülni. Igen, egy első feszítés, egy kép, ami ugye beszéltem arról, hogy az intenzív belső képek önálló élete, ennek tehát engedni kell őt a napvilágra. És egyébként azért mentem beledve a játékba idézőjelben, mert valamiképpen fontosnak tartottam, és azt hittem, és most is azt hiszem, hogy ezzel a világ egy kicsit jobb lesz, nyilván ezért is írjuk. Ez az egyik oka, de nem talán a legfontosabb, vagy lehet, hogy a legfontosabb. És már itt tartunk, akkor jövőre te írsz még valamit, vagy most ez milyen pozíció van állva? Mostanában nem nagyon írtam, visszatértem a grafikához, úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ahhoz más izmok kellenek, és de ezt nem tudom megmondani. Most már nem ígérek semmit, hogy írjuk, nem jó. Ha jön valami téma, itt lett valami, akkor igen, de egyébként nem. Tehát bármilyen, nem kell. Hogyha semmi se jön, és nincs belőle semmi, akkor nem kell írni, és mondanám, hogy nem szabad. Mert ha akkor íródik valami, amikor nem jön semmi, meg nincs mögötte egy ilyen töltés, akkor jobból tényleg szeretni, hogy egy építés lesz. Lehet, hogy szép lesz. Attól az még nem biztos, hogy jó, sőt, inkább azt mondom, hogy nem. Van is ez a idézet, vagy vers sor, hogy ha nem tudsz más, mint eldalom, és a többi, azt sem is. Vannak ötleteim, ez a világ, képi világ, festészet, mint ezekre próbálkozunk. Ne kellene zárni. Szerintem. Tehát, hogy csak felolvasnád a... Akkor még egy utolsó írás, és akkor le is kerekedjük. Föld szelleme. Amikor föltettem egy teát, észrevettem, hogy a kert végében, a kerítés mögött, egy földkupac mellett ott állt valami. Olyan magas volt, mint egy elefánt, de az alakja leginkább egy fa termésére hasonlított.
és a felfelé vékonyodó forma tetején egy napsütötte diva, ide aranyboros színein egy csepp alkonyati kékkel keveredtek éppen. Egy percig csak csendben figyeltük egymást, majd úgy éreztem, mintha elkezdett volna beszélni hozzám. Valaha nagyapa voltam, és miután elhangoltak egy szép csendes helyen az erdőben, mindenki, aki valaha vérem volt, elköltözött innen. Ezután csak róttam az erdőket, völgyeket, barátkoztam milliárdi nyüzsgősekkel, akik unokáim helyett unokáim lettek. Fürdettem a széles folyók lapos köveit, simogattam a letört ágak helyén felszakadt sebeket, és emberjogat álmodtam a madár tojások belsejébe. Néha úgy tűnt számomra, mintha a vidék kócos növény fejéhez egészen közelnek ülve, egy hatalmas bolygó suhanna el fölötte. De aztán már megint nem vett körül semmi egyéb, mint földszagú dolog áradása, a csempvonalainak szabályosan változó ritmusa, olvadás és megfagyás, és az a mérhetetlen tömegű, réteken kérdező nyugodt egyszerűség, ami én magam voltam, vagyok és leszek. Te milyen fogyókere vagy? Szárny, repült, fa, recsen, és odabent elkészült a teám. Viccentettem a földkupac felé, majd kihoztam a csészét, hogy háttal az elefántnak, a hegyek látványába feledkezve, újra meg újra kortoljak egyet, amíg csak ki nem ürül. Köszönjük szépen! Amíg Nyugó Kampiros, Kovács Tamás elfoglalják kedvét szépüket, véget egy olvasott a kormányosan, mert közel 10 éve már, hogy Hegedűnek és Brácsáinak különleges elhangolásában, addig teljesen Hegedűvár előadásmódot és hangzásodára alakított ki. Ez a játék a szimbolális párosfogás alkalmazása az elhangolt hangszerepet, kiemelkedő improvizációs készséget, nagyfokú koncentrációt és rendkívül hangszerismeretet igényel. Vannak ilyen felvételei, ahol szintén több hangszeren hegedűn és rácsán elhangoltan és nem elhangoltan játszik, és ebből keretkezik egy egyedülálló előadás vagy egy zenet. Nagyos parancsolja. Amíg ők jönnek, játszanak az ők.
egy pillanat türelmet kérünk. Nagyszerű barátunk, első évben 48 éves korában jelent meg. Ő is tudós ember. Levéltári tudós. Ugyanilyen tudós barátunk Olá Tamásikitől magától adott, mert nem tudhattam volna rengeteg költőt és írót közlünk, hogy valamikor 62 éves kora táján az első versőzése a Nagutban volt. Úgyhogy ilyen értelemben hát örülök, hogy ez így történt, és büszke vagyok rá. Azóta valóban, ha igaz, akkor két könyve jelent meg ebben az évben. Az egyik közös, hogy György van, aki itt van mellettünk. Turbo Attiláról fogsz beszélgetni, és többet nem tudom, ne arra tudjam. Szepes Zsuzsa. Ja, persze! Mondtam, hogy a szomjúra igaz. És különleges módon most szeretném átadni a feleségének a virágot, hogy ne csak a majdnem 60 éves együttlévő karakterben búzsa, hanem most is búzsáskodjon neki, hogy helytállom. Épített egykori Józsefvárosi gyárban, ahol a Józsefvárosi pályáról a közelében találkoztunk. Nem először, de amúgy korábban nem beszéltünk, viszont ennek a polgárnak házának ez az épület. A Pető teraszán elkezdtünk beszélgetni, és valahogy irodalomra terelődött a szó, és a 64 vagy 65 éves Olá Tamás mondta, hogy hát ő verseket ír. És én kérdeztem, hogy és hol lehet olvasni. És mondta, hogy hát nem lehet olvasni. És akkor én mélyebben belementünk abba, hogy hát miért, hogy van ez? Hogy hát ez egy 64-65 év, ami eltelt eddig, és hát ahogy Csóri Sándor írja, hogy egyik eszéjében, hogy hát nem igazán hisz ő a későn induló költőkben, mert hogy a fiatalságnak az az elsodró ereje, az addigra már lehiggad, lenyugszik, leülepszik, és hát nyilván egy 65 év körüli ember nem írhat olyan verseket, mint Utasi Jóska írta, hogy ilyen szemfedő lapot lerántom, Kejfel és Jány Petőfi Sámon, ugye? Vagy szabad-e betörnünk DVD-nél új időknek új dalról, hát ez ugye elég nehezen elképzelhető. És csodák csodájára 2010-ben Olá Tamásnak megjelent egy elég terjedelmes első kötete, az volt a címe, hogy Hosszú álom, és mit tesz Isten, Olá Tamás arra kért, hogy tudnacik ez a beszélgetés. És maradandó lehetett benne. Arra kért, hogy mutassam be én ennek az első kötetének a megjelenése alkalmából, és nagyon örültem, hogy ezt én megtehettem. A mai napig élnek benne olyan versek, emlékezetes versek, amelyekre jó visszagondolni. Ilyen volt a Holgota, egy hosszú vers, vagy ilyen volt a Kati című vers a lengyel tragédiájáról, vagy ilyen volt egy álom, ami Józsefváros tematikájú volt. És hát ezek után tulajdonképpen egy szép folytatásban reménykedtünk. És ma mit mondhatok, 13 könyv jelent meg, számoljuk össze 14 év alatt. Ekkora termékenységet azért nehéz felmutatni bárkinek.
az IKT-nek. Ennyit bevezetőül, és ebben még annyi van, hogy egy közös könyvünk van Baka Györgyével, és miután mindkettőjüket szólítom majd, hiszen azért ülnek itt, mert önként vállalták, hogy jó szívvel olvasnának föl egy-egy verset Tamástól. Tehát a kérdés röviden az, hogy mi volt az az ok, ami benneteket összehozott azért, hogy ti egy közös könyvet adjátok ki? Hát ez egy különleges történet, és hozzád is köze van, mert éppen egy éve nyáron ismerkedtünk össze érten egy olyan rendezvényen, ahol te a Magyar Múzsát mutattad be, és a csapatodban volt Tamás és Benke Laci, ha jól emlékszem, és hát engem, mint érti költőt is megkértél, hogy vegyek részt, és mi akkor egymást nem ismertük, de én rögtön vittem neki egy kötetet, amit aztán ő is postán küldött nekem a sajátjából, és elkezdtük olvasni egymás költészetét, és annyira meglepődtünk, hogy rengeteg közös témánk van. Szóval egy kötetnyi, amit valóban aztán be is bizonyosodott, mikor összegyűjtöttük, hogy bizony ez egy kötetnyi vers, ugyan két költőtől, de akkor is rendkívül különös, hogy annyira sok közös témánk van, és mégis ugye abszolút különböző a költészetünk. Úgyhogy ez egy érdekes összeadódás volt, és időközben össze is barátkoztunk egymással, és hát ez számomra nagy öröm. Köszönöm. Mivel nekem is, hogy barátságok kötődnek rajtam keresztül. Ezt a 64 évet Tamás hogy értenek, egészen röviden arra kérem, hogy egy ilyen kurikulum vitét adjon magáról a polgári létezésben élő Holá Tamásról, ki ő, mi ő? Hát erről, ugye most már elmondtam 80 éves, úgyhogy sokáig lehetne beszélni. Éppen arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nem egy életem volt, vagy van, hanem legalább négy olyan. És aki azt mondja, hogy csak egy élete van, az igazából az. Mert annyi életem van, ahány identitásunk alakul ki azzal kapcsolatban, amit éppen csinálunk. Én, most nem említve a gyermekkori élményeket, amelyek mindenkinél fontos szerepet töltenek bele, én életemben is nagyon sok felé vetődtem, de azt nem is, de utána azok a foglalkozások, amikben el kellett merülnöm, mert hiszen ez lett a foglalkozásom, azok azért külön vannak egymástól, hogy nagyon érdekesen alakították az életemet. Az első ilyen volt egy tanárság, vagyis ennek is egy speciális formája, hogy egy óvodagógus lettem, annak is ittem talán olyanok, akikkel együtt jártam, egy barátom biztosan itt van. És hát néhány éven keresztül Török Bálinton tanítottam összevont osztályokat. Aztán valahogy ezt kevésnek éreztem, és arra törekedtem, hogy tovább tanulhassak, és nem volt egyszerű dolog, de végül is el tudtam végezni az ELTE-n a pszichológia szakot is, és így pszichológussá váltam. Egy rövid ideig voltam pszichológus egy nagyon érdekes helyen, egy nevelőintézetben, ami félig meddig a fiatalkorúaknak a börtöne volt. De a börtönmúságban kerültél egy ilyen fiatalkori börtön. Látod, mennyi azonosság. Ez is persze élményeket ad az embernek. Aztán ez is lezárult, mert valami nem részletezve, de úgy alakult, hogy fölkértek az élet és tudomány rovatszerkesztőjévé, hogy a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és még sok mást is cikkeket gondozva szerzettek, szervezett szerzőket és így tovább. Ez volt tehát az újabb. Aztán valahol nagyjából a nevezett rendszerváltás idején vállalkozásba kezdtünk. Feleségemmel, családommal együtt, és hát egy olyan 10-12 évet nagyon keményen részt vettünk ebben a
Amerikában. Talán érdekes itt is az, hogy mivel foglalkoztunk, kenyéripari gépekkel importáltunk. Olaszországon is azokat adtuk el Magyarországon, szerettünk fölé pénységeket. Hogy utána, amikor ezt elég drámai módon de be kellett fejeznünk, megbetegedtem, talán éppen ennek következtében elég súlyosan. Én azt hittem, hogy ennek már ennek az életnek már ez már a vége. Meg is operáltak, de valahogy úgy gondolt, hogy mégis maradhattam, és abban éppen a költészet volt az, ami segített. Amikor már teljesen elesett voltam, akkor a feleségem azt mondta, hogy hát írjál eset. Ő azért emlékezett arra, hogy valamikor azért próbálkoztam én ezzel. És akkor elkezdtem. Éveken át tanultam ezt, rengeteg verset olvastam. És nagyon tudatosan készültem erre. És aztán, amikor ebből már egy néhány száz összegyűlt, akkor abból vállaltam össze az első kötetet, amit elvetették. Hát körülbelül itt kezdődött az után az újabb életem, ami most már a költészethez van kapcsolva. És annyit hadd tegyek még hozzá, hogy szaporodtak a könyvek, és 2019-ben megjelent Tamásnak a válogatott kötete, Elérni az elérhetetlen címmel, és hogy ennek a előéletnek, amit én tulajdonképpen a költészet antarktiszi korszakának tekintek, ami súly eltűnt, vagy csak nyomokban az első könyvben maradt meg. Szeretném egy rövid lenyomatát közeladni, hiszen mind a hárman szívesen segítünk Tamás verseinek megismertetésében. Ez a Ha című verse, ami nekem nagyon tetszik, és főleg azért, mert sok más versével ellentétben ez a tömörség gyönyörűségét adja, és egyúttal a költészetnek is azt a sejtelmességét, amiért verseket érdemes olvasni. Ennek a versnek a címe tehát Ha. Érdekesen nem utána megkérdezni, és nyilván nem fog sor kerülni, hogy vajon miről szól ez a vers. Ha. Egy út, ami nem visz haza. Egy kert, ami elborult. Egy fa, amelyik nem nőtt tovább. Egy ház, amiben nem lakik senki. Egy ágy, ami üres. Egy hang, ami nem száll feléd. Egy út, egy kert, egy fa, egy ház, egy ágy, egy hang. Nem visz haza. Elvadul. Nem nő tovább. Nem lakik benne senki. Üresen áll. Nem ér el. Vinne haza. Gondozhatnád. Nőne magasra. Lakhatnál benne. Melletted feküdne, eljutna hozzád, ha hazatérnél. Nos, az új könyv pedig... Az új könyv pedig, ami most jelent meg, örökbe, ékelődve, ami hát, hogy mondjam, nem tartom olyan igazán szemcsapás kötetcímnek. Biztos nem ezért rohannak az olvasók a Libriben, hogy ezt most megtalálják. Ugyanakkor elbont fogalmakkal játszik, de akkor is, hogyha az ékelőre elég különös, igen, főleg a örökbe ékelődik valami.
Kérdezném szívesen, hogy miért ezt a címet választottad, ha egészen röviden tudsz válaszolni rá. Erre inkább nem válaszolok, hanem megkérjük a Györgyét, hogy olvassa fel a verset, ami a címadó vers tulajdonképpen, és abban, ha megkapjuk rá a választ, akkor örülni fogok, ha nem, akkor tudomásul veszem, hogy talán mégsem volt ott sikeres a címadás. De én annak tartom egyébként. Örökbe ékelődve. Az erőt sugárzó masina úgy tűnik, percenként újat tud alkotni. A színre lépő különbözik a megelőzőtől. Mély hangon bátran merül alá. Először lába, aztán a törzse tűnik el, majd keserű szája. Újabb fülke, világos szőke haj, apró fogak sóhaja, ringató vörös körmök. S jön a sorban a sok sárhattan mosolygó agyvelő, törtető életakarat, a szakállas arcot zavaros eszmék követik, vad lihegés tiszta vízért, levegőért. Minden kinyílt pillanat kezembe adja száraz kezét, magába fogadja feketén, ami már betelt. Így lesz a lehetetlen, bezárva a körbe, megint fehér. Egy mosoly tűnik fel, mely megválthat a kintól valakit. Egy szemüveg mögül a vésett rossz indulat villan elő. Egy asszony színpadi hősnőként érkezik. Szépségének jelei már magánya mélyében keringenek. Helyére a költő, koszorúba font élete ereszkedik. Vonásai a mindent eltörlő feledés alól kérnek felmentést. Tarka kendő adódik ahhoz, ami már a múlté. Zsinórok és húzalok kegyéből érkeznek, kik szájat rákba szitkozódnak. Egyforma senki, mindegyik. S az örökké járó, kifogyhatatlan suhanással folytatja útját. Csendben nézem, ahogy az okos fülkék elén pörgetik őket, mutatva, minden látszólagos a göncölt csillagai alatt. A nagy és mély szerkezet folyvás ismétli önmagát. Nincs vég, az élet is az örökbe ékelődik. Ha a versekre térünk, akkor először néhány különös formai jegy tűnik a szemünkbe. Ilyen például, hogy rengeteg idézet található a versekben, más költőktől, és ezek az idézetek mind a lap alján lábjegyzetként ott szerepelnek. Bán Tibor már-már polihisztorként említi Tamást, lévén, hogy, és számomra egy rejtély, hogy fér bele ennyi idézet egy születendő versbe, vajon akkor születik, amikor a vers, annak a sornak a helye, vagy később nézel utána, találod meg. Érdekesség. A másik az, hogy minden, vagy nem minden, sok vers alján nem csak ezek a lábjegyzetek szerepelnek, hanem magyarázó szövegek is. Igazság szerint majd talán valahol lesz rám ott, hogy felolvassak egy viszonylag hosszú lábjegyzetet, két egymásba játszó jelenség és időtér kapcsán. Minden esetre furcsa, különös, érdekes jelenség ez. A harmadik ilyen különös dolog, hogy
nagyon sok a versekben a kurzív sor, tehát a dörgbetűs sor, aminél nincs magyarázó szöveg, tehát nincs megjelölve az, hogy ez most egy idézete, vagy egy külön kiemelendő sor, amit fontosnak tart, és azért kurzíválja, mint ahogy a sajtóban ezt látni szoktuk. És még van egy furcsa dolog, ami nekem ebben a kötetben feltűnt, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ezek prózaversek, legalábbis nem a hagyományos kötött beszél, ugye, ami a vers megnevezése, hanem szabad versek, ugyanakkor van egy alcím néhány versek alatt, ami azt jelenti, hogy vers, azt jelzi, hogy vers novella. Adjál el némi magyarázatot, légy szíves, és esetleg, ha tudsz választani közülük, akkor olvassál fel egyet. Jó? Köszönöm. Hát tulajdonképpen rengeteg kérdés van ebben, amit most eddig elmondtál, és ezt most, ha mit sorra venném, akkor valószínűleg kifutnánk az időből, úgyhogy nem tudom, mit sorra venni. Az biztos, hogy ez nagyon tudatosan teszem, és talán a én verselésemnek, vagy költészetemnek egy markáns jelének tekintem az, hogy ezek a kapcsolódások más költőkhöz megjelennek a versekben. Azért tartom ezt fontosnak, mint ahogy ezt a cím is egyébként kifejezi, az egész kötetnek a címe, hogy ahogy összefügg minden mindennel. Amit te kiemeltél példának, ez a egyik versem az az időjáték, amelyikben hát egy ilyenfajta kapcsolódás is van, és itt tényleg a lábjegyzet vagy a csillaggal megjelölt részt érdemes előre elmondani, hogy világos legyen, hogy mire gondolunk. Ugye Krausz Ferenc 2023-as fizikai Nobel-díj egyik kitüntetettje először tette látóvá az attoszekundumos fényet. Elmondása szerint, amikor egész éjjel folytatott kísérletei után bizonyos lett, felfedezése helytálló, hazatérve bekapcsolta a televíziót, és éppen azt látta, hogyan dőlnek össze az ikertornyok New Yorkban. Ez adta az ötletet, hogy erről próbálják egy verset írni. Időjáték. A globális keveredés egybefűzött két teret. Az új világ oldalán egy félszín szakadás talpigról volt az ikertornyokat. Mikor a gurulók téli időben tudósul hajszolt szerkezete éppen látóvá tette éhes fényvágya jeleit, az attoszekundumos jelző lámpáját. Ananké térdei között az orsón, a kikerülhetetlen végzet, az állandó világ tengelye magsépből. Lelke szárnyán, ha reppen, széktől a szorgos ég fényessége. Ki tudja fensége, mit indít el? Tudós és költő művében a még és a már összeér együtt képes-e pénz és taps nélkül is a kényszerítő világ ellen küzdeni, hogy ne maradjon holt ígéret, ami utánunk jön. És a másik, amit pedig említettél, ez pedig az én általam vers novellának nevezett műfaj, amit tényleg a novellának és a versnek az elemeit próbálom összeegyeztetni, vagy egyben fűzni, és ebben talán valamiféle új műfajt is teremtem. Hát erre az egyik teremlegesett történetnek a lenyomatát, egy ilyen versnovellát akkor föl is olvasni. Az a címe, föl is állom ehhez, lehetett volna. A vonathajtó nehezen tárult ki. Kihajoltam, de hiába kerestem a vágány mentén, sehol sem lettem a teljes és hézegtalan néma magányban a kalauzt. Lehittem át a perondra. Ekkor jeladás nélkül, szinte rajtöntésszerűen meglódult a vonat. Rejtelmes rémület hajtott, hogy visszaissa. Zárt figyelmem az ajtóra tapadt,
de az megtagadva az engedelmességet, kérlelhetetlen szigorral kezdett becsukolni. A sebzett perc sebesen suhan, szívem verdesett, rám tölt a jövőbeli kép, melyben fej, törzs, végtagok, nemesen egyemás szép választva el. Elfogott az erő, szavak dühös szeme nem segített. A gravitáció ellenségként működött, sehogy sem engedett a vagon első lépcsőjéről feljön. Jé, állított eszembe. Vajon engem meddig vonszol majd holtan? Láttam a magasból, mély szánalommal tekintenek kínlódó testemre. Ki ez az idegen, tudafolyták? Fénybogárkák? Gyertyák, lángjai, úszó sóhajok, kétely vasadékok, visszhangtalan hangok, fekete gömbök, csipke fákja. Poéta államok kertjében a teljesség írta ígéretét. A kezdet előtt és a vég után, a nemlét és a létezés között időben pattant megmentőm bérincs keze a csuklomra. Húzott föl magához. Felséges arcán, szívöröm fénylet, szürke haja táncolt, a segítő illatában. Rémek pendültek újra bennem, és zsupsz, életre buktam, beestem a magamba. Ez is mutatja, hogy igenis vannak angyalok. Csak az néha különböző alak van tűnnek elé, és így megmenekültem, és így lettek önöket. Akkor én egy megdöbbentő versodra hívom föl a figyelmet, és szegezem neked a kérdést. Az egyik vers utolsó sorában azt olvasom. Ne higgy a költőnek! A kérdés az, hogy miért ne higgyünk a költőknek állítása szerint, és a második kérdésem az az, hogy miért lesz az, hogy mi mégis higgyünk neked. Jó, nagyon jó. Hát ez egy, hogy mondjam, egy kicsit ironikus csavarása annak a nagy témának, amit minden költőnek a témája, és az pedig a szerelem. Mert hát abból óriási mennyiségű vers született már a világirodalomban, a magyar irodalomban is. És olvastam, hogy vannak, akik tagadják azt, hogy ez valami földön túli állapot lenne, és pontosan le tudták írni ennek a kémiai folyamatát, még a kémiai jeleknek a bonyolult rajzolatait is megmutatták, hogy valójában ez zajlik le az emberben, hát szó sincs itt valami fennkölt dologról. Hát ez adta nekem az ötletet, hogy erről írjak egy verset, akkor ez is fontos. Helyes. Ez egyébként megjelent a közös könyvünkben is, csak más címmel, de éppen azért, mert ebben a ciklusban ennek is helye volt. Hát én ebben bevezettem, de már egy új címet adtam neki. És érdekes, hogy a cím az milyen fontos. Ebben az volt ennek a címe, véletben kerülő. Ha az öröm végtelenje váratlanul felragyog benned, és úgy érzed, láthatatlan erők ragadtak el, vagy rád tört viharfúró szemekkel valami megmagyarázhatatlan, amit te párják hívő madárhangként kezd át, és úgy látod, hogy a kopaszfák is virágba borulnak, és a perc csodája évszázadokká nő, nejtőképpen a szenvedély ünnepi zászlaját húzták fel benned, ne! A molekulák játék az zajlik a mélyben, az oxitocin gyújt fel, hipotalamuszoknak. A tűzvész arcodon tárul tenyere izzadását, gáttalan szívdobogásodat. A kémia pontosan leírja, ami az agyadban végbe megy, az endorfinet játékának köszönhető, amit te balgán végrendelkező állapotnak élsz meg. Az csupán a véletben keringő neurotranszmitterek váltják ki. És ha balgán azt gondolom, de ez valamilyen földön tűnik el, és állatokba repített, és ez lenne maga a nagybetűs szerelem. Hát tévedsz, olyan nem létezik, és sose volt. Ne higgy a költőnek. Hát
Hát ezek után azért remélem, hogy hinnak a költőknek, egyszer ennek a így pedséggel, hogy azt cseppisztem el, hogy mindig megvonult ez a bizonyos földön túli érzés. Haladó a könyvben tovább. Egy olyan vers következik majd, amelyben sok más versethez hasonlóan ilyen különös áttűnések, átszíneződések, átívelődések ott találhatók, mint ahogy jelenségek, lelki állapotok egybemosódnak, és egy külön könyved is jelent meg áttűnések címmel. Ebből vegyünk egy példát. A vers címe a Tárgyak és testek, elmondja Szepesi Zsuzsanna. Annyit még, hogy ha jelezem, hogy ebben ennek a versnek egyetlen alcíme van, nehéz lenne fölismerni, de hát talán ha kézbe veszik, akkor könnyebb. Szabó Lőrincnek egy Egér halálára című verséből egy szó, és akkor átadom Zsuzsanna. Tárgy és test. Míg élt, légies formája gyönyörködtető volt. De a perc bolondja a célszerű testet rövves értéktelenné tette. Pucér csodája sebző szilánkokká volt. Most ott hever, mozdulatlanul, vérfontva az idő kövén. Vele voltak emlékek, ízek. Sokkal fiatalabb volt, mint én, mégis a konyha síros sírján hever. Teste híven őrizte változatlannak vélt formáját, hitte, marad a világ dermed terén még sokáig. Mégse kerülhet el sorsát. Sorsa ismerős, részecskéi is, rokona. Születésekor finom kezek formálták, véstek rá futó vonalat. Vigyázták, mostanában. Gondosan neveltek engem is tudós regény, és lelkem törékeny akár a kezemből kicsúszott kristály. Volt és már nincs. Születtem, most még élek, aztán leszek álmok hordaléka. S kerülök abba az állatodba, ahol puha békévé bomolva mindkettő több desztillációja folyik. Változunk valami mássá. Anyukám, ahol tárgy és test már egészen más anyag. Egy olyan vers következik majd, amelyhez művészokat kérném segítségül. Egy földrengés megjelenítése fog elhangzani versben, de hát az ilyen mélyről följövő lelki megrázkodtatások, a földrobaja és a vers lehet, hogy hangzásilag egyszerre nehezen férne össze, ezért arra kérném, hogy vezesse a zenének azt, hogy hogyan jutunk el egy földrengéshez. Thank you.
rengés. Te vagy az idegen, aki váratlanul megjelensz. Te vagy a halál ősanyja, az álmatlan mamma. Messziről is érezzük talpunk alatt, mikor morogva egyik oldalról a másikra fordulsz. Soha se nyugszol meg, örökké félelemben tartasz minket. Pervez hatalmadat hol itt, hol ott élek ki, hogy arcunkban nyomd nehéz kezedet. Nem ismerjük éjséget határát, nem tudjuk, mivé kívánod alakítani a földet. Közelről nézted a csillagok fásultságával, kiket a markodban tartasz. A fokkal, körömmel ablakot vágni igyekünket, a kiszáradt szájú némán szenvedünket, az elnyűtt testű aggokat, a rémülettől vénné vált ifjakat. Önelégülten figyelted a semmivé vált öröm eltűnését, mikor pőré kitakartad mélyült mélyedet, és megszűrted bömbölő óriásokat. Nem volt ki Istennel tárgyaljon, könyörületét kérje, s maradt minden befejezetlen. És mégis van akarás, a tiszta erő felemelheti az égből letaszított eget is. A sötét uralom után a kibontott hajú hajnal kell birogna a romokkal, s a tiszta szél elfújja a port az összedőlt város fölül. Talán valaki él még vasbeton üregébe zárva. Egy szoborarc, egy szürke porba temetett, szabadon tartó kéz tárul a mély erő kínja fölé. A kiszabadított szeme felgyúlva tekint az új romvilágba. Én viszi a légből szőtt, csendbe hasított hangot a reggel kiáltás. Kézről kézre adják az új kezdet, csöpp életét. Megszerítve a ragadozó akaratot, mesztelen válláról, a távoli kegyesség jó hírét vinni, galamb száll föl. És hát sorolhatnánk a verseket, sok jó vers van még ebben a könyvben. Nem hangzik most el, hagyva némi kíváncsiságot remélhetőleg után további verseket illetően. Ilyen például a Meséld el a méheknek. És magam is innen szereztem tudomást arról, hogy valamikor a gyász idején az emberek a méheknek mesélték el a fájdalmaikat, és hogy állítólag ez a mondák világában a kelta mitológiához köthető. Befejezésül azt hiszem talán jogosabb kérdés még, hogy vajon te melyik verset olvasnál föl, amit talán ebben a kötetben a leginkább kedvelsz, a leginkább szeretsz? Csak nem mondd azt, hogy ezt most nem olvassam fel. Segítsek? Benne van a kötetben. Megvan ez nekem, csak... Tudod a címét? Tudom, igen. Ha már így... Halló, ha már így... megszólítottál ezzel, és még van egy annyi időnk, hogy ezt is felolvassam. Három perc van összesen, talán annyi adalat el tudom, bár nem ezt szálltam le utolsó versen, de akkor én csak ezt kell elmondani, csak vagy mit mondasz? Nem fűzök hozzá semmi. Ahogy rövidültek, úgy hújtak rám üresen napjaim.
márványasztal mellett a kopottság rejtekén arcokat lestem. Múltuk mit hagyott rajtuk, s a jövőből mit remélni. A dologtalan lapok egymáshoz tapadnak. A festő teremtve maga körül színpadért szenvedélyen fordult felé. Sapkáját nem vette le, ritkás szakállt takarta arcát, zöld sál tekedett nap a köré, hónalok nagy lappát tartott, talán abban cipelte életművét. Meddig sebez a pergő az újabb lehó. Szemem a köttőre vitte tovább figyelmét, arcán megalón viselte ráncait. Mindig egyedül ült, fedezék nélkül, kávés csészéje közelében, nézőpont kérdése, félig üres vagy félig telt vizes pohárát, mellett egy osztíjjelet, vízként az volt ráírva, versenyt. A megtűnt percek csapatban termek. Zakolja zsebéből előkotolt a szövegét. Letörölgette róla a leheletét, aztán a füle mögé helyezte rugósan kinkorogó szárait. Elővette töltő tollát, és a távolságot távol tartva magától nézett valahová. Talán most múltjába belül ütelet vigaszt keresett. Hosszan, levegőt sem éve maradt így, aztán lassú mozgással visszatekeri a kopakot, valamit, aki álmot nem állít. A festő szemében kettős fény csillogott, de a fejében fegyverek falják magukat a perceket. A csönd hatalma a némaság. Váratlanul visszafordult, és kilépett a körútra. Még láttam a fényes zsúfolt ablakon át, hogy felnéz merev élek közé az épület tornyára. Tudtam órája hiába tárja arcát feléje, halott karjai régóta ugyanazt az időt mutatják. Van még 40 perc dedikálásra, kortyokra, falatokra, amely